Na, üdvözlünk mindenkit nagyon sok szeretettel, Unpoker Gaming, ahogy a címbe is láthatjátok, kicsit betegesen, de így se áll le teljesen az élet. Én vagyok az, aki lényegében sikeresen leamortizálta magát, de nem egyedül játszom, ahogy ugyanúgy a címben benne van, itt van velem már gamer is. Sziasztok! És itt lesz majd egy nagyon drága chatolvasó, a drága Dani, alias DC. Sziasztok! Meg... Ja, igen, a ingyen dolgozó chatolvasó. Van még egy MDFK Kristófunk is valahol, egy Kikunk is valahol, meg egy Ádámunk is valahol. Itt a szobába, majd úgy is jönnek, ha akarnak. És akkor már a Márknál elkezdtünk egy ilyen 2v2-s kompetitív buzulást. Annak körülbelül annyi értelme volt, hogy Silver 2 Division 1-ből leugrottam Silver 1 Division 3-ra. Egy meccs alatt, úgyhogy nagyon boldog vagyok. És kapásból egy csapat ellen kezdünk. Nagyon boldog vagyok, és én fogok majd menni már. Most a játékban sincs meg a 60. És közben te azt nézted? Hát látom a játékban, hogy szag akad 60 FPS-sel. Csak nem fogom belőni, bazd meg. De. Jó, azért rásegítek. Köszöntöm az öt nézőt, nyugodtan lehet kérdezni, lehet hepajozni, menjen már. Majd a Dani írogat, vagy írogat, Dani majd kommunikál, hogy abban valami történés a cseten. Amúgy én elgondolkodtam egy olyan dolgon, közben Márk védett egy szépet, amiből lehet gólt is lövünk, hogy akár veletek nézőkkel is nyomnék Rocket League-et, lenne, hogyha van új néző, akkor meg aztán végképp nyomnék egy kis ilyen bulit, még az sem elképzelhetetlennek tartom, hogy akár egy ilyen turnamentet létrehozni Rocket League keretein belül. Itt lennének a srácok is, akik játszanak. Szép volt már közben. Miért ne lőném be? Ja, hát nem voltam benne olyan biztos, Roli. Megyek közben. Szóval én szeretnék majd egy ilyen turnamentet létrehozni Rocket League-be. Igazság szerint 1v1-be gondolkodtam, akinek van kedve, hangulata hozzá, az, bocs már, az nyugodtan írja meg majd. Akár itt a chatre. Amúgy vagyok teljesen. Akár... Jó, na. Akár pedig majd a hozzászólásban, bocsánat, csak... Oh! Próbálok egy új irányítást tesztelni. És még azért még nem annyira kifinomult. Mondjad? Nem, Roli írja, hogy van teljesen, de én nem látom. Társalgó se nézed? Ahogy ott van. Akkor mondj meg neki, hogy bejöhet, ha gondolja. Gyere be, ott van, gondolod. Mondjuk hallja. Jó volt már, csak... Kicsit elrontottam a fordulást, ezt majd látjátok. Eltévedt bárány.
rá kell légezni, majd jössz, hogyha összejön ez a turnamentes történet? Hát az a baj, hogy meg bénáznék, de amúgy próbált meg én. Fél, nem az a lényeg. Te itt nézőkkel, TSN lévőkkel, ezt már korábban is mondtam, hogy lehetne. Amúgy jobbulás közben. Köszi. Az a baj, ma nem tudtam menni még a pénzes melóra sem, mert éjjel olyan szinten voltam szarul. De most elbasztam ezt is. Tehát, hogy olyan szinten voltam szarul, hogy esetett éjjel kellett írnom, hogy figyeljetek, bocs, de nem. Tehát, hogy borogattam magam, émelyektem, szédültem, minden bajom volt. Elve egy vírus van benne a pakliban, ez... Az gól. Nem. Viszont beadtam. Ja, hogy ott vagy hátul, aha. Hogy tegnap próbáltam live-olni egy Horizon 4-et, és dettó úgy nézett. Láttuk. Hogy? Akármilyen bitrátát állítottam be neki, akármilyen üzét. Bocs már. Nem működött. Nem, olyan szinten szaggatott, mint a 20-at. Igen, és nálam semmi nem látszott belőle. Tehát ugyanaz, mint Kata. Ugyanaz. Márknál is most bebuzult a izé, de Kata izével nyomja, hallod? Shadow-val. Kata Nvidia-val. A Shadow Play-el tolja. Nekem az Nvidia szarakodott, szép volt már. Nekem az Nvidia szarakodott, én azért mondtam le róla. Mert nekem ugyanúgy szaggatott, késleltette a hangot. Úgy, hogy menjen már, mert én megyek boostért közben, hogy én streameltem YouTube-ra OBS-sel. Másik fiókra. Ah. Ez például a... És azért... Márkot majdnem meggyilkoltam. Márk is, hogy ahogy átmentem Twitch-re, állítottam rajta egyet, és semmi bug nem volt. Akkor az a YouTube-nak a buzulása, de lehet látni nálam meg semmi nincs. Igen. Mert az a poén, hogy még valami 2500-as bitrátával is próbáltam, és még azzal is. Én nem tudom megnézni most, hogy mennyi, mekkora bitráta... Na! És KDD Rocket League-ezik. Na. Na például, én amúgy elgondolkodtam ilyeneken, hogy hogyha ezt így teg összejönne mondjuk, lennénk 8-an. Mert ez a Dave most átkozik live-ba. Átkozik live-ba. A Dave-nek is megvan Rocket League, csak neki az a gáz, hogy olyan szinten szaggat. Tehát én láttam a Rocket League felvételét. Fönt van ugye a YouTube-on, hát nagyon izé volt csórónak. Menjen már. Jó. Na ezt kéne még ezt a gombot átállítani. Hát ezt a meccset mennyik az rankot lépek. Amúgy nálam arra hivatkozott YouTube alatt, hogy... Te, hogy érte? De... Ja, túlterhelt kódolás, és akkor váltsak kód. Az beverted nekik. A túlterhelt kódolás. Aha, és 30%-os proci kihasználás. Az érdekes, nekem most ilyenkor nem megy föl nagyon, tehát ilyen... Figyelj, nekem a kapusszemmel blog alatt ment föl, akkor 13%-ra. Hagyjad. Azt néztem azt a kapusost, amikor ezért volt világ legjobb 10 kapusszem. Ja, nem, izét csináltam most ilyen reakció live-ot. Küldözgették a linkeket, és azt tettem be live-ba. Amikor mondtad, azt hiszem a Cassia menjél már. Volt, meg a... Nem tudom, valaki így behozta izét. Azt hittem. És az a lényeg, hogy ott például a legmagasabbam az az intrónál volt, az intro videónál volt. 10 vagy 13% mehetsz már. Ez a poén tényleg nálam is, hogy nem a proti. Meg nem is a videókártya, mert nálam például semmi lag nem volt. Ezt visszanézzük.
Csúnyán benéztem. Kifele meg körülbelül, mint hogy ilyen egy FPS-en volt. Ez az én hibám volt. Azt tudom. User joined your channel. Jó estét kívánok. Szevasz, Dave. Hi, Dave. Ilyen bájány, ilyen faj a fan, akitől elbukta az első helyet a herta. Kap-e? Tudja, hogy live-olok, hát... Szerintem megkapta az értesítőt. Szerintem megkapta az értesítőt róla, hogy megy a live. Igen, és meghallotta, hogy amit mondod. Te geci! Én? Ezt a puszi! Az igen! Mit kell mondani? A szép kapuza volt. A Márk, hát mekkora puszi! Ja, épp mondott. Hát, izé... Szitta a Bayern München-t úgy, hogy... Ja. Úgyhogy a Dárdai Palival jött föl, meg a Hertával. Bayern München fan, aki a Hertha miatt első. Te, én annyira örülnék neki, te annyira Bayern München szidó, hogy a játékkal is foglalkozzál. Én tegnap előtt óta meg is vagyok. Mocskos fordás vagyok Márk szemébe. Az a baj, hogy lőtt két gólt, érted? Nem baj az, a Forza 4 az nagyon is jó. Na jó, hát nem tudom, hogy az, hogy jó. Megvetted vagy kölcsönzött? Kaptam. Mi? Kaptam. A Forza 4-et. Ajándék jó volt. Ha? Ultimate. Hogy? Ultimate ajándék ló. Elmész a... Tudod hova. De mivel telekomos vagyok, ezért a multit azt felejtsem el alapból. Annyira gáz a net, vagy? Nem, DNS hibával kivágja az összes telekomost. Már egyedül van a csávó, csak szólok. Tudom. Nekem meg tudod, hogy kéne megoldanom, Roli? Hogy? Ezé, a Windowsnak, Windowsnak a fejébe kéne nyúkálni. Szívesen. Mert ott egy parancsot ki kell iktatni, hogy tudjál multizni. Nem, elugrottam a labda elől. Mert a Microsoft a saját hülyeségét megcsinálta úgy, hogy... Itt tudja az a gyerek. Tudom, meg kidobta. Valamit belekódoltak a multiba, vagy így a Xbox Live alkalmazásba, hogy... Ne tudjál olyan könnyen multizni. Sejtem, hogy mire gondolsz, de például meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk nekem megvan a Forza, és ugyanúgy, mint a Steamet, megosztom. Menjél már. Meg lehet ezt csinálni, csak ugye a Leon keresztül ez a Roland, yes. a másik Roland, aki 1987 liter, még milyen névben van fönt. Azzal próbáltam én Forza 3-ozni, csak ugye nem működött, mert ugye... Leo meg azt hittem, hogy az én voltam. Azt mondom, az egy másikról, nem én voltam, baszki. Mit akartam? Amúgy Dave, azt hallottad, hogy tervezek egy Rocket League-es turnamentet? Igen. Jó, csak hogy azért bemondom 28-szor, hogy lehet nyugodtan jelezni chaten. Hát ilyen marketing. Persze, aki akar. Ennyi. Mindjárt akar. Ops, én meg közben köcsög vagyok. Fú de bénáztam, én most a Rocket League 1-2 érte, baszki. Amúgy... Elvéreztem? Az igen. Az Détári szép volt. 8-0-ra elvéreztem, ja. Melyik volt a szép, hogy a csávót elküldtem a picsámba? Aha. Elnézést is kértem tőle. Na. Na, most írtad be, sorry. És live-ba. Sorry. De amúgy annyi a lényeg, hogy a Horizon 4-et nem fogják tudni feltörni. Ez új kameraállás. Aha. Ez nem az alap kameraállás? Nem. Nagyon szép volt. Én is azt hiszem, hogy az alap. Nem. Lejjebb. Az lejjebb és közelebb. Jaha. A Márka 4 gólt. Aha, így lő a Márk 4 gólt. Menje. Így könnyebb a játék, Détár. Így könnyebbnek tűnik amúgy. Sokkal, de én még az irányításba is átalakítottam dolgokat. Amúgy. És csak annyit mondok nektek, hogy... tehát mondom, még az irányítás is.
sokkal egyszerűbb, de mondjuk ennek a kamera beállításnak köszönhetően a falról is sokkal könnyebben eltárd a labdát. Sokkal akkor jobban lenne, érzékeli, az szép volt már. Majd live, megadom. A kamera beállítást, aztán megpróbálom. Gyakoroltam, csak még egy kicsit érlem vagyok. Az vagy kicsit téged a izé is szopat, amúgy. A net. Én ezt tesztpályán próbáltam ki, ott még igazából ment, csak ugye nekem kétől, nekem ugye a szememmel is bajok vannak, meg a reakcióidőmmel is. Ja, hát azzal neked is. Ezért vagyok én a Rainbow-ba is például. Azért aggódtam, más... hogy te ezt el akarod vinni előlem. Azt jártam, hogy a pálya másik végén. Bó, az mekkora bó volt. Az gyönyörű. Az a futás. Az a futás. De úgy, hogy előtte két ember repült kapura, és védtem. És Xavier még ki is írta. És persze, hogy nem akar visszaugrani, bassz meg. Silver 1, Division 4. Hát. A Forza 4 az feltörhetetlen lesz. És azt a Microsoft hivatalosan lenyilatkozta. Miért feltörték a 3-at? A 3-at már én? Jaj, tényleg, hát a Leo-i kiégtek, amikor még a demót próbálgatták, hogy már fönn van. Azt egy hónappal utána törték föl hivatalosan a Horizon 3-at. Miután megjelent? A négyet viszont megyek azért nem majd fogják tudni. És mert... találd el a labdát, légy szíves, mert megyek balra boostért. Tehát a négyen ott azért van gond, mert hogyha én még meg is osztom például a fiókot, mondjuk Dave veled megosztom a fiókot, mondjuk én fent vagyok, te belépsz. Megyek jobbra. Nincs olyan nagy késés amúgy. Aha, amúgy nincs. Tehát kb. Egy olyan 8 kötőjel 15 perc után mind a kettőnket kivág. De miért vagyok hülye? Aha. Milyen védelem van benne, hogy valami 10 vagy 15 percenként ellenőrzi a tulajdonost. Jaja. És ha te nem vagy a tulaj, akkor mind a kettőnket kivág. Meg ellentolt. De ha mondjuk én nem vagyok fönt és te játszol, akkor nem érdekli a játékot, hogy mi van, akkor már... vagy folyamatosan. Kinek van 150 springi? A... vegyük srácnak, aki betoltam a kapuba. Megy a 4K-s. Ja, mondjuk én megkinyitkanyjak, VPN mögött volt 40-es pingem. Azt már úgy is mentem föl multizni Forza-ra. Japán szerverről. Egyébként mi? Mi volt nálad a netter? Mikor? Mert írtam valami Détárinak, hogy volt valami a netezel, és azért nem voltál egy darabig. Álljó így! Ja, az egyszer volt, hogy le lett korlátozva, és akkor utána kiállította nekik a tartozás, és akkor utána visszarakták. Ja, hogy le lett korlátozva. Aha! Hát ő gyakorlatilag annyi, hogy Facebook, meg YouTube. Többit felejtsd el. Ja, tehát TS, meg ilyesmi az. A TS-en kidobott azzal, hogy file lett a connect. És failed. Ja, meg connection lost, meg hasonló. A connection lost az nem volt. Tök jó, legalább Zlatan Ibrahimovicnak gondolnak. Az. Mai nap folyamán már voltam köcsög geci is. No. Magyarok személyében. Az gyönyörű flick volt. Na, Dave is itt van. Itt van mindenki, Roli is itt van, képzeld el. Ja, tudja, tegnap is van voltam még, aztán tegnap ráhoztam a szívbajt a Jodával. Közelebbi kapcsolatba kerül vele. Márka a tanúra, hogy volt ez. Na mondtam neki, mondom, Dave tudja, hogy milyen a kutya. Igen, meséltem. Mondta Ádi, hogy majd ez, hogy majd lekenyerezi a kutyát, meg mit tudom én, mondom, rábasztom ez a kutya, csak rám hallgat. Nem úgy jött. Az a kutya az csak rám hallgat, úgyhogy... Roland, az nem hallgat igazából. Hát de még sem volt. Te Ádi, hogy lekenyerezed a kutyát, mert az csak a Rolira hallgat. De... Bazd meg. Az nem úgy jött, nem egy témát felhoztunk, de már nem tudom, hogy mi a... Már azt én sem amúgy. Azt is úgy jött. Hú... Nem tudom, de valami... Nem tudom, mi volt. Vagy ha nem agyalnék rajta, lehet eszembe jutna, de... Ne? De ugye a mai meló után biztos, hogy nem. Ops. Hát, engem már nem is érdekelt, hogy...
kicsit köcsög voltam. Hoztak 4 újoncot, azt én meg egyedül csinálom a dolgokat, azt még taníts is be őket, mondom anyád. Lépve már. Csak erre a 4 csávon mit csinál? Á, mint a... majdnem mondtam, mi a hideg vízbe. Mint fasz a lakodalomba, mondd ki. Körülbelül. Nincs ezzel probléma itt, ez a csatorna úgyis PG, nem lehet káromkodni se, bazd meg. És akkor így idejön hozzám a csávó, hogy fia, mikor lesz már szünet? Te akarsz szünetet? No, really? De igen, mert a fáradt vagyok. Mondom, jól van, húzzál már innen. Már akkor olyan cuki vagy. És én meg a izével, bazd meg a trükkölő húzi gyerekkel szórakozzak el. Nézd, így kell beadni egy labdát. Vissza. Ne hordíts már ma vissza. Kort vagyok. Na, aztán Dani, roponsággal mi újság van? Az igen. Az szép volt. Az jó van. Menjetek. És Kiko nem akar velem játszani. Willy Wadowski, vagy mi lettél Détári? Ibrahimovic. Még nem befegyezünk. Hagyjad már Détári közepén. Nem, hogy leszólták ezért Laci live alatt, hogy leszólták Áldit? Már? F1 miért? Eszti beszólt neki egyszer, a csatornádon csak F1 van. Ez egy unalmas. Már kold meg. Korrekt, geci. Kold meg. Lacinak. Milyen tájlották ki azt a kaput? Hát azt hittem a lyukát. Hát mondjuk... ez igaz, tehát ez Ádi bevallhatja nyugodtan. Hogy csak F1 van már. Nála. Szívesen. Pár hónapig ez lesz, úgyhogy. Csebből lőtt gólt a Mark. A szép spin volt. Lóó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 ó
úgyhogy érted. Azt a... Megyek. De igazából ő megcsináltunk. Nem sokat később, mert mennyit egy 5 másodperc? Körülbelül. LOL. Tétani. Mond. Na jó. Itt vagyok. Tétári, ezt te hogy szokál a egészséged? Szarul, de büszkém. Ma nem tudtam elmenni dolgozni. Hallatszik a hangodon, van egy kis gondom. Torog gyuszi. Hát ja. Nem tudom, tehát egyszerűen furcsa bazd meg, tehát... Tudom, hogy a torog gyulladás lenne, amúgy tényleg. Hát úgy hallatszik a hangodon. Pedig nem köhögök. Ja. Ez a Rocket League, ez annyira egy csöves. Már. Meg most Silver 2, Division 2. Csöves a Rocket League. Várjatok, mert orrot fújok. Jó furás. Hát, megy új szkód. Azt Kiko újra. Szia Kiko, üdvözlünk a live-ba. Szia Kiko. Na jó, van, akkor némítom magam, mert itt háttérzők vannak, de nagyon... Nem baj, itt meg zene megy, legalább nem kapok copyrightot. Ja? Pillanat. Beraktam a laggos live-ot YouTube-ra. Ahogy lenyomtam a live-ot, kapásból szerzői jogi követelés. Az a Autobot. Uh-huh. Van egy muzik Autobot. És az zene... intro zenére kaptam, ami szólt 2 másodpercig. Figyelj, én annyit mondok neked, hogy konkrétan én úgy kaptam izét, hogy az Autobot nem ismerte föl a zenét, nem kaptam copyrightot, eltelt 2 nap, majd a Simorelli testvéreknek a úgymond produkciós irodája küldött egy copyright claimet.
Az gyönyörű. Közben elindítom. Jó. Ezt akartam. Lesz egy új nitrum nézári. Az is. Az is. Tehát erre a zenére, ami most megy, a Charlie Pugh-nak az Attention száma megy a háttérbe, és azt a Talia Mar brit youtuber csa énekli, megyek közben már, és erre nem kaptam copyrightot. Az gyönyörű. Szóval pedig ezért is megy ez. Pedig nem ez az autó, volt ez egy hatalmas Szerintem most nézzétek a live-ot. Oké, hogy? Nézem közben. Hol van a szette ki? Az igen. Hát azt hallod, hogy milliméter híja. Epic szép, azaz. Hát ennek a milliméter híja volt. Megnéztem a csúnyát. Zeus ég meg tolják a izét. Need for Speed 2. Need for Speed 2. Megyek. Szomorú, hogy bemutatok egy ilyen védést. Abázd meg. És kapunk ilyen gólokat. Mert megbeszélt álmába. Live közben. Aha. Nem mondod. Megnézzük, mi lesz. Én a izére kaptam rá. Az Arkham Knight-ra most nagyon. Nem tudom miért. És azok csak pár euróért vannak G2-en megújt. Hát ugyan, most is jön. Nyugi, úgyis keresztbe lövi. Azt akartam mondani, hogy az egy tényleg jó. Korábban mondom. Azt mondtad. Nagyon jó. Kösz már. Egyébként ugye, ez érdekes. Mondjad. Ismeritek ugye azért a Timmy Trumpetet, igen? Aki a trompétával zenét. Igen. És azoknak, annak a két zenéje fönt van eredeti verzióban, tehát teljes verzióban, nem ilyen rövidítettben, és oda van írva alá, hogy provided by YouTube, és nincs rajta copyright. Hát meg amúgy azokat nem értem, hogy kapásban mondjuk YouTube-on rákeres egy zenére. Tök mindegy melyikre igazából. Igen, mondjuk igen. Át van alakítva úgy, hogy mondjuk a zeneszöveg van mögötte. Így van. És akkor azért mi a francért nem kap copyrightot? De az a... De amin kiakadtam, a Ellen... Vagy ennek a Ellen Walkernek... A Faded? Nem a Faded. Kapott azért követelést, hanem a Ignite, vagy mi volt az azaz. Új zenéje? Azaz. K391? Uh-huh. Az szép volt. Na, arra kapott azért követelést. És a saját YouTube csatornáján. Az úgy kemény. Tehát ez nem volt mástól feltöltve, hanem ő kapott. Nem, hogy... A YouTube ennyire lökött lenne, vagy Autobot. Nem, Autobot. Az Autobot rendszer ennyire szar. Zenefelismerése. Igen. Most, hogyha annyira copyrightot adna valaki, akkor ennyirevel Twitch is adna. De a Twitch nem érdekli, mert a Twitch az ennyivel előrébb tart. Megem. Így van, ennyivel fejlettebb. Meg a Twitch-et streamerek használják. Tehát igazság szerint lehet én jobban járnék, ha mondjuk elkezdnék twitchelni, és szerintem kiégetnék mindenkit, és elkezdném angolul csinálni. Az is egy megoldás amúgy. Így van. Mert az volt érdekes amúgy nálam a YouTube-nál, hogy mondom, hogy 2500-es bitrátával is laggolta izé a Forza. Twitchre elkezdtem 6000-re, és semmi baj nem volt. Hát akkor maga a szerver egy nagy fos. De egyébként aki tényleg komolyan gondolja a streamelést, meg ilyesmit, azok mennek sorba át. Persze. Nem csak az, hogy komolyan gondolni, most érted? Tehát ennek... Bazd meg! Annak alapján is, hogy egy minőség, egy normális contentet akarsz kiadni a kezedből,
Mármint úgy ért, hogy tudod, hogy megbízható a szerv, akkor úgyis Twitch. Igen, persze. Meg nem akar, tehát hogy nem akar szenvedni azzal, hogy copyright így. Nem akarsz szenvedni, be akarsz tenni egy jó zenét, mint mondjuk én betettem a Simorelli lánytestvéreknek a számait. Menjél már! Meg ha megnézel mondjuk YouTube-on egy 6000-es bitráltás live-ot, meg megnézed Twitch-en ugyanazt 6000-esbe, ég és föld a kettő. Igen. Ezekre amúgy fölösleges elindulnod, nem megvárod, hogy hova megy. Én most nem tudok neked valamit. Tegnap én megnéztem Balódjéhányszerát, és pont erről volt szerző, szerkezőző díjásokról, az olimpiai dolgokat. Amit hallottam gyerekkel. De egyébként nem hiszem el, hogy a visszajelzésekre meg nem figyel a YouTube, hogy ezt az autóbotot egy kicsit átdolgoznák, vagy... Nem akarják átdolgozni. Így is van nekik bevételük, meg nézőjük. Most az, hogy pár ezerrel kevesebb, nem fogja őket nagyon meghatni. El nem adták szíve, testvérem. Nem is volt az. Egyébként, hogy mondta, hogy alapból is vissza kell neki venni a FIFA-t, a részletességet. Az egy GTX 1060-nal azért nem kérdezik. Mennyi? Meg egy olyan procival, meg 8 giga DDR4-gyel azért nem kéne. Az az érdekes, hogy neki jobb a gépe. Igen. Mégis én tudok jobb minőséget kitenni. Há, igen, ez az. És akár még gépe. Ezért van a streamer, Shadowplay-a. Az Nvidia-nak a saját én ezt, de emlékezz, ott voltam a live-ba, te is ott voltál. Kuszaggatott, mit mondtam neki? Hát először az OBS-t mondtad, azt hiszem, és utána mondta ő, hogy Shadowplay-t használ. És akkor mondtad, hogy az egy kalap szar. Ja. Ő meg rávágta, hogy nem szar az, csak majd... Csak a FIFA-nál buzul be, bazd meg. Bazd meg! Hát mondjuk erre élő példa nálam most a Forza is. Nekem is csak annál csinálja a hülyeséget, másnál nem. Nálam például, amikor Shadowplay-t használtam annól, amikor még Nvidia-s kártyám volt, semmi baj nem volt. Semmi. Soha. Mennyi lájkom van amúgy? Ki tudja? Egy. Na. Fönt nem vagytok ennyien. Várj, mindjárt akkor átfrissítek. Nem kettő, mert én lájkoltam, meg szerintem te, Roli. Mert én magamat... Egyet írnálam frissítés után is. Én magamat nem akarom belájkolni. Nekem meg kettőt. Én most egyet. Nekem meg kettőt ír stabilan. És elvileg hárman lájkoltátok, nem? Aha. Az jó. Détárinál 3, ezénál 2, nálam nem, én nálam 0-át ír, mert ugye izé van. Na most nálam megyek. Már 2. Nem a 3-at is. Egyre jobb. YouTube-ba emész a faszomba. Nem, most már stabi 3. Aha. Pont, hogy ott áll, és úgy kell robbantanod. Nem nyomunk egy F1-et? Én nálam 0-at. Na fia, végülis nyomhatunk egy F1-et, hogyha Mark megoszta a fiókot, és akkor én meg gyorsba lesz. Megcsinál vagyok, Roli. Hm? Hát utána majd valamelyik nap, valamelyik héten, nem baj, mehet a háttér, ez engem nem zavar. Kicsit eltereli a figyelmemet. Mi a háttérzene, mire gondolsz? Háttérzene. Jó, Rikó. Tessék. Kikónál a lát. Azt nem az enyém hallatszottát. Kikóéknál van a családi buli. De nem baj, tehát engem rohadtul nem zavar, mert a annyira nem nyomja el a live-ot. Oh. Hát addig mehet, persze. Múltkor humorosít volt, az fel is van rakva, amikor Déterre vagy játszott. Au! Meg ma volt nagy melóhelyem, kim volt a telóm, szólt belőle a zene, szünetben.
Megszól a gyerek, hogy nekem iPhone 6-osomban lehagyja, mint a szart a telódat. Jó, te egymás mellé raktuk a két telót, azt melyik volt gyorsabb? Én. Nem sokkal, de ja, amúgy az övé csak játékokban volt gyorsabb. De egyébként ezt a, bocsánat, a csúnya szóért, de ezt a faszméregetést én rühelnem. Hát fia, ez arra megy ki, hogy az iPhone az is. Tehát, hogy az iPhone-on kívül más teló nincs. Nem, az divat telefon. Mindenki tudja. Meg 4K-ban olyan videót csináltam neki. Aha, bazd meg, rossz gomb. 4K-ban 60-nal, úgyhogy így bécett a gyerek, hogy ez mi. Szerintem ez lesz az utolsó meccs. Szerintem is. Szia Máté. De majd az F1-et leizélhetjük belőlem. Tehát nyomhatunk. De nem 50%-osat. Hát fie, melyik nem. F1-re gondoltad? 17-re vagy 18-ra? 18. Hát... Na akkor azt mondja, hogy gyorsabban lesz Adam, hogyha már megosztja majd. Ádám, holnap dolgozom. Aha, én de nem megyek, amúgy mennék, mert... Aha, szombaton? Pismányos? Nem, most holnap dolgozik. Jó, de most spanyolra gyakorlunk, ami az jövő héten lesz. Én is van, ezt a később, mert szerdás. Azt ja. Kíváncsi vagyok, hogy elbírja live-ból, le-live-olom. Tehát el kellene neki. Lehet, hogy holnap még a Red Bull is részt veszek, ha attól függ, hogy hazaérek-e. Na most már kíváncsi vagyok, mert F1-et még nem, a 18-at ugye még nem live-oltam. Hát akkor olyan, hogy a gépig így nyomjuk, hogy gépig, amit érzik. Én maximum félig leszek gépig. Ja, amúgy meglett a Dual Channel-ram is. Most már. És ég és föld a különbség közt a... Végre meglett a DFG, te idióta, a G29. A DFG-t azt rendeltél végül? Na, na, vesztek egy kormányon. Aha. De na, azt rendeltél végül? Az fasza lesz, mert akkor össze tudunk húgni Kikóval, ugye a G29-e meg DFG-tével. De hogy egy G29 mellett döntötték ki, bocsuk ki. Azért, mert a... Rasmusternek szarok a pedáljai, azt mondták nekem. Azt kimondta. Hogy földet rá. Kellene bele cserélnem a izét. Melyik őrült spanyol mondta ezt? Mármint annak a példánynak, amit én akarok venni. T300R-es? Igen. Mm-hmm. Annak rabatjuk a pedáljai, az nem komoly. Hogy szar, nem azt mondták, hogy szar, nem olyan szinten nem éri meg azt megvenni, hogy hamar fognak menni a rugók. Akkor mondok neked egy itt megállok szerintem. Ami volt régen a G27-esem a DFG-t előtt, annak baszki olyan pedálja volt, hogy a T300R-es mögött elbújhatott. T300R-es most nagyon jók a pedáljai. Meg maga a kormány is, tehát eleve más az érzet. Nem tudod rá détálni. Thrustmasternek mindig jók a pedáljai. A G29-nek... Csöndben maradok. Meg nehéz. Hát ez relatív. Annak hát, nehéz behúzni a fékpedált, vagy hogy? Hát úgy van. Ezeknek már van valami visszaadás a pedálnál. Cipaz meg... Visszacsatolás. Akkor gyökerek vagytok, hogy az nem igaz. Geci, kikapunk 4-0-ra ezektől, senki házi faszopú. Akkor egy visszavágó szerintem. Tehát annyi van, hogy a G27-nek is, meg a DFG-nek is a fékpedálja egy picit nehezebb, hogy valamennyire élethű legyen. T300R-esnek, annak egy fokkal nehezebb a G27-től, de azt lehet enyhíteni. Ugyanúgy, mint a G27-nél, a G27-nél is. Lehet enyhíteni a féknek a erősségét? Aha, másik rugót raksz bele. Vagy gyengítesz a rugón.
Nekem például a G27 az úgy volt, hogy volt benne az alaprugó, és az alaprugó ki lett cserélve. Nem, az nekem a lábaimra is kell gondolni. Hát nekem... nekem a bokáim és a térdeim nagyon ramacs. Hát nekem se épp egészséges például a jobb lábam, de... ja. Na, akkor ennyi lett azt volna. Azt kérdezem, mert könnyebb megnyomni a fékpedált. Rushmaster vagy a G29? Hát az a G29-é az egy picit finomabb. Csöndbe maradtok egy picit, köszi, mert lezárnám ezt a live-ot, jó, hogyha nem baj. Oké, bocsi. Na azt utána úgyis mindjárt majd megcsinálom az F1-18-hoz a dolgokat. Úgyhogy addig legyetek jók, hamarosan érkezünk egy F1-18-al, először a csatornán, reméljük utoljára, na jó, nem. Úgyhogy egy olyan 5-10 perc és folytatjuk tovább úgymond ezt az esti elpajokkodást, ameddig remélhetőleg nem lázasodom be. Szevasztok! Hello! Hello! Hello!